A rövid szünet után folytatjuk a birkózó csapatbajnoki döntő összefoglalóját. Azt már az első részben elmondtam, hogy a finálét nagy fölénnyel nyerte az SMTK a Csepel ellen, mégpedig hazai környezetben, vagyis az erzsébeti csarnokban. Műsorunk második részében három mérkőzésben nézünk bele, a kommentátor Légrádi Szabó Gábor. Egy igen pikáns televíziós megoldás. Losonci Ottót kértük fel a klubelnökét, arra, hogy a fia a pirosmezes Losonci Ottó mérkőzését alámondja. Annyit még elárulok, hogy az első három meccs után kétszer győztek az erzsébetiek, egyszer az Csepel versenyzői. Meg még annyit is elárulok, hogy mielőtt idejöttél volna, azért elszaladtál a fiathoz. Igen, de náluk egy hagyomány elég régóta, hogy a fiam mielőtt szőnyegre lép, megpaskolom neki a hátát, és néhány apai intelmet mondok neki. Eddig a meccs folyamán az Otto az aktívabb, én úgy gondolom, minden elfogultság nélkül. Az első egy-két perc az, ami én azt gondolom, hogy még a csepeli versenyző bírni fogja a fiamot vele, és szép lassan utána az Otto fölörli majd, én úgy érzem. Otto egyébként junior Európa bajnoki második helyezett, 23-as Európa-bajnoki 5., junior világbajnoki 7. helyezett, illetve hát ami talán legfontosabb, 12-szeres magyar bajnok. Nyilván ez még a korosztályos versenyeken jött össze. Igen, így van, tehát lehet látni most is a meccs folyamán, hogy ő az aktívabb. A kék menekül, Otto csinált egy pontot, kivitte az ellenfelét. Ezt hogy hívják, kitolás? Igen, kitolás, ezért is jár egy pont. Én azt gondolom, hogy szép lassan lehet látni már, hogy az Otto szépen őrli föl az ellenfelét. Mikrofontól úgy látom, nincs lámpalázad, és a fiattól? Nincs, hát már megszoktam azért, főleg az Ottónál. Eddig nem nagyon volt olyan verseny, ahol én ne lettem volna ott. Tehát a több száz lebirkózott versenyből, hát mind ott voltam az Ottónál. Most egy fejrefogásból láttuk mögékerülést. Igen, már 4-0-ra vezet Otto, 1 perc, 40 másodperc után, és tartja a szőnyegen a Csepeli. Igen, úgyhogy most pörgetést indított az Otto, de most nem ment el. Én azt gondolom, hogy most itt a első menetben nagyon neki fog ugrani, és fölörli majd a ellenfelét. Lehet látni, hogy nagyon intenzíven birkozik az Otto, teszi a kart az ellenfelének. Pedig ellenfele, mint hogyha... Hát egy számmal nagyobb, magasabb, igen. Lenne. Igen, az Otto 60 kilós, ez meg 75 kg-ban birkózik, úgyhogy egy számmal följebb birkózik az Otto. Ugye kanalátétből próbál az Otto indítani, az ellenfele próbál. Igen, gyönyörű akció. Az Otto egy lengyelék a támadást, levite, és most tussolja az ellenfelét, és azt gondolom, hogy be is fogja tussolni, tehát van még bőven ideje arra, hogy ne kapkodjon a... Meddig lehet ilyen helyzetben tartani? Hát amíg le nem jár az idő, tehát ez egy túlszveszélyes helyzet, úgyhogy... Tehát a menet végén. Igen, de amúgy is 8-0, úgyhogy véget ért a menet. Ugyan a tuszt megúszta, de a technikai tuszt nem bőrcsökt. Van, de a technikai föl, úgyhogy 10-0-ra az Otto nyert ezt a mérkőzést, 2 perc, 33 másodperc, úgyhogy azt gondolom, elég meggyőző, magabiztos fölénnyel vert az ellenfelét. Gratulálok a fiat sikeréhez, egyrészt, másrészt pedig a harmadik évezredbeli rendezéshez. Köszönöm szépen, azt gondolom mindent megtettünk, hogy méltóképpen rendezzük meg ezt a csapatbajnokságot. Most pedig egy másik nagy tehetségünk fog színpadra lépni, illetve szőnyegre. Nagy Péter, ő világbajnok volt most a főiskolás világbajnokságon, tehát magabiztos vagyok abban, hogy ezt a meccset abszolválni fogja magabiztosan. Ellenézzünk ebben a meccsbe is? Nyugodtan, szívesen. Akkor ne menj el még egy picit, kérlek. Tehát Nagy Péter egyetemi világbajnok, junior világbajnoki, harmadik helyzet és többszörös magyar bajnok. Szakosztályunk egyik nagy reménysége. Györgyi Péter az ellenfele, igen, ugye Csepel részéről. Igen, tehát ő szerintem egy szabad fogás. Peti szabad és kötöttet is nagyon jól birkózza, hiszen szabadfogásban lett junior bronzérmes, és kötött fogásban pedig lett világbajnok. Tehát mindkét fogásnemet fantasztikusan jó birkózza, úgyhogy ez most szabadfogás. A csapatbajnokin ezek szerint vegyesen vannak a fogások. Így van, az egyik szabad, a másik kötött. Pár év és női verseny is lesz, vagy női birkózó is így lesz. Így van.
mi folyik most a szőnyegen? Most jelenleg mind a két versenyző próbál egymáson fogást találni. Ugye itt a szabadfogásban van egy olyan, hogyha másfél percig nem csinálnak pontot egyik versenyző sem, akkor a bírónak el kell döntenie. Most hogy is emelte a karját? Így van. A bíró figyelmezteti a Pétert, hogy legyen aktívabb. És ha még egyszer figyelmezteti, akkor utána jön a büntető idő, az azt jelenti, hogy 30 másodpercen belül pontot kell csinálni, de a Péter már is megcsinálta a pontot, a két pontot, tehát nem kellett megvárni a újabb. Egyébként jogosnak érezted az intés? Hát a bírónak el kell döntenie. Valakit figyelmeztetnie kell, tehát a birkózást az pontra játsszák, valakinek pontot kell csinálnia. Természetesen a Péter nem csinált volna pontot, utána az ellenfelének is visszaadják ezt az intést, tehát a Péter is kap lehetőséget, ezt általában a bírók nagyon korrekten szokták csinálni. Az első menet közepén közben Nagy Péter 2-0-ra vezet Györgyi Péter ellen, ami pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag csapatbajnok az ESMT-kel. Abszolút, tehát ezt a csapatbajnokságnak valami nagyon nagy tragédiának kellett volna történnie, például az, hogy nem megyünk fel a szőnyegre, hogy ezt a csapatbajnokságot elvetítsük, hiszen 33-2-re vertük a Csepelt az első fordulóban, ilyen fölét még Magyarországon senki nem tudott behozni. 2006-ban ugye akkor hoztad, vagy újítottad föl a erzsébeti birkózó életet. Ez a legnagyobb siker azóta? Hát én azt gondolom, minden siker siker. Tavaly felnőtt csapatbajnokok lettünk, tehát tavaly is megnyertük a CB-t, aztán megóvták, elvették a csapatbajnoki címünket. Idén azt gondolom, hogy erre nem kerülhet sor. Volt ezen kívül más sikereink is voltak. Időközben Györgyi bement lábra, és úgy tűnt, hogy meg is tudja emelni Nagy Péter, de Péter visszavágott, és kijött a helyzetből. Péter ezt nagyon jól érzi, ezeket a lenti fogásokat. Azaz az akcióváltás nem hozott pontot, bocsánat, csak így a nézőket tájékoztatom közben, hogy közbeszóltam. 2-0 akkor, amikor 15 másodperc van az első menetből, és valóban úgy van, ahogy mondtad, a piros mezes Nagy Péter úgy tűnik, hogy az első menetet biztosan behúzza, ami most már csak azért is biztos, mert lejár az első menet ideje. Itt van, én úgy érzem, hogy a második menetben az még jobban Nagy Péternek a fölényét fogja hozni, hiszen ő egy nagyon aktív és jó birkózó. Amikor az embernek próbálják az örömét elvenni, az nem mindig jó. Jó, most már Péter meg is csinálta újabb két pontot. Ellenfele mögött és talicskáznak, ezt hogy hívják? Nem egy kitolás volt, tehát próbált az ellenfele. Lehet látni, hogy alig bír fölkelni. 25 másodperc van hátra, 4-0-ra Nagy Péter az erzsébeti birkózó vezet. Úgy tetszik, hogy Nagy Péter megelégedett a négy különbséggel, de most, amikor ezt kimondom, fölszedi a lábát Györgyi, és kitolja. Nem, ez nem lehet igaz. 4 pontot kapott. 5 másodperc van hát a mérkőzésből, és azt mutatja az eredményjelző, hogy Györgyi Péter 5-4-re vezet, és visszatért a házigazdánk is. Mit gondolsz? Készülnek még az igaz. Van. Most ez az utolsó akció ponttal, a nagyobb értékű ponttal a Györgyi Peti nyert. Na hát köszönjük szépen, úgy látom, hogy még mindig föl tud igazgatni egy-egy mérkőzés. A döntő utolsó mérkőzése a legnagyobbak, mégpedig kötött fogásban. Majoros Ármi piros mezben, illetve Gömbös Ádám kékben a csepeliektől. Majoros mögé kerül, aztán megpörget, aztán ismét megpörget, aztán ismét megpörget. 8-0 technikai tus, vége a döntőnek, a csapatbajnoki döntőnek, és az ESMTK-t kettős győzelemmel vívta ki 2016-ban a csapatbajnoki címet. Mai napon a végeredmény az 25-7, összetettben pedig 48-9, megérdemelt erzsébeti siker született.
Az ESMTK által nagy fölénnyel megnyert csapatbajnoki döntő természetesen az eredmény hirdetéssel zárult. Ahogyan korábban már mondtam, a Ferencváros lett a negyedik, míg a bronzérem a Vasasnak jutott. A második a Csepel lett, a bajnok pedig az ESMTK. A győztes csapat tagjai Juhász Bence, Asani Román, Szergej Kozub, Losonci Otto, Andriy Kvatkovszky, Ilyász Bekbulatov, Nagy Péter, Nagy Mihály, Kéri Zoltán, Zajnulla Kurbanov és Majoros Ádám Mózes voltak. A csapatedzői Kliment László, Kruj Tamás, Mikola Zsitovoz, Konstantin Gulajevszky és Nagy József. Érdekesség, hogy az SMTK birkozói éppen a szakosztály fennállásának 10. évében nyerték meg első hivatalos csapatbajnoki címüket, amelyhez ezúton is gratulálunk.